Sok szeretettel várunk mindenkit január 15-én, 14:30-kor a mászófalnak a megnyitóján, itt a röplabda csarnokban. Ezt a mászófalat december közepe óta építjük, ma január 4-e van, ma már festettünk, így fog kinézni körülbelül, ahogy a hátam mögött látszik. Azt elmondanám, hogy a vonatkozó testületi határozat értelmében a város 11 ezer euróval járult hozzá ehhez a projekthez, a Meredek Klub pedig 3 ezer euróval. Ez a 3 ezer eurós hozzájárulás, ez a végelszámolásnál egy kicsit nagyobb lesz, hogy pontosan mennyivel, azt most még nem tudjuk. És egyszer, mint szeretném megköszönni mindenkinek, aki az adója 2%-ával támogatta ezt a mászófalat, és hozzátenném, hogy a legtöbb esetben nem is tudjuk, hogy kik ezek a személyek, illetve a cégek, mert hogy a 2%-os rendszer az olyan, hogy a fogadószervezet nem kap információt a felajánlótól. Szintén szeretném megköszönni Nyitra megyének, a RED társulásnak és a Rock Empire cégnek az anyagi és az egyéb hozzájárulását a mászófal megépítéséhez, illetve a működtetéséhez. A mászófalnak a felülete 147 négyzetméter lett, ez bő 60 négyzetméterrel nagyobb annál, ami a rendelkezésre álló pénzkeretből reál értéken kivitelezhető lenne, és ez a felület növekedés annak tulajdonítható, vagy nem utolsó sorban annak tulajdonítható, hogy a Meredek Klub tagjai a munkájukkal részt vettek, aktívan részt vettek a kivitelezésben. Ezáltal a kivitelező cég munkaköltségei lecsökkentek, és ez, amit itt megspóroltunk, ez megjelenik a megnövekedett fal felületben. A fal működtetéséhez szükséges mászófelszerelés értékével együtt egy kb. 26 ezer eurós érték jelenik itt meg. És aki szívesen mászna január 15-én, attól azt szeretném kérni, hogy hozzon magával tiszta tornacipőt. De nem csak azokat várjuk sok szeretettel, akik szívesen másznának, hanem azokat is, akik szívesen találkoznának Erős Zsolttal, a magyar hegymászás élő legendájával, aki ez idáig 9-8 ezres csúcsán állt fönt, illetve aki 2 évvel ezelőtt a Magas Tátrában szenvedett egy komoly balesetet, aminek következtében amputálták az egyik lábát. Majd ennek utána tavaly 2011-ben megmászta a földkerekség 4. legmagasabb csúcsát. Szóval január 15-én lesz falmászás, lesz Erős Zsolt, lesz filmvetítés. Jöjjenek el minél többen a röplabda csarnokba.